Jó napot kívánunk, ez itt a Lakner és Ceglédi, a témaválasztás alapján gondolatnak azt is, hogy a Dallas, de nem. Az olajról fogunk ma nagyon sokat beszélgetni, és a maradék kis időnk akkor a közmunkáról is, de kezdjük akkor ezzel az energiahordozóval. Szia Zoli! Hello. A magyar politikában nagyon érdekes szerepe van az olajnak, a legkülönbözőbb formában tűnik fel, és most alapvetően a momentumosoknak tartunk egy kis visszamenőleges fejtágítót, hogy ugye volt olajbizottság, ami közvetlenül kapcsolódott ehhez. Annak idején Vida Ildikót is egyébként egy másfajta olaj kapcsán, de olajcég kapcsán tilthatták ki az Egyesült Államokban, ez még egyáltalán nem világos, ugye az adóhivatalnak a vezetőjét, azt olyan gyanúba hozták, hogy... Aztán étolaj volt. Az étolaj volt, igen, hogy különféle áfa ügyekben lettek volna mindenféle sundán-bundán ügyintézések, amerikai érdekeltségi étolaj és más étolajgyártókkal kapcsolatban. És Bakondi György is talált olyan alakutakat, amelyekről azt mondta, hogy azon a menekültek szöknek át, de valószínűleg az olajszűkítés izgalmas világából maradtak ránk a 90-es években. Felénk, ugye én tompaiként, ugye nekem ez megvan annak idején, hogy voltak ugye eleinte, jó, mindegy, belemegyünk, eleinte okay. Nem is alagutakat ástak, igen. Hanem csak áthúztak csöveket a határon, a zöld határon átcsusszantották. Mit a hordót, vagy mit? Nem, ilyen vékony csövet, amin effektíve folyt az üzemanyag, illetve volt, amikor az alkohol, és kézzel tudod, hogy buktak ez le. A barátságkő olaj. Ez a valóban, helyi változata. Igen, ez a népek közti barátság, és ugye az történt, hogy a határőr elbotlott az egyikbe. Úgy találták meg, és akkor utána jött a következő ilyen invenció, ilyen hogy akkor... Igen, föld alá vitték. No, hogyan állunk most az olajjal? Úgy áll a dolog, hogy ugye az orosz-ukrán háború árnyékában fölértékelődött, vagy még sürgetőbbé vált az a probléma, amit meg kell oldani. Jelesül, hogy Európa elképesztően kitett a különböző Oroszországból érkező származó energiahordozóknak. Olaj, gáz. És nekem két, ha úgy tetszik, tézis mondatom van, vagy állításom van ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy Magyarország helyzete speciális, és egész egyszerűen az nem lehetséges, hogy holnap bármennyire is egyébként szeretnénk Ukrajnán segíteni, és meg inkább Oroszországot azt harci erejében gyengíteni, holnaptól nem tudjuk elzárni, ahogy azt ellenzéki képviselők szokták volt mutatni, elzárni a gáz és az kőolaj szállításokat, amelyek Oroszországból érkeznek. Magyarországon ez nem lehetséges, nem tudjuk megcsinálni, sem az ipar, sem a hétköznapok, a fűtés, a közlekedés és egyebek ezt nem teszi lehetővé. A másik állításom viszont, hogy azt tudomásul kell venni, hogy ezt a mozdulatot, ezt fokozatosan, de előbb-utóbb mindenképpen meg kell tenni, tekintve, hogy ez a háború bizonyította be azt, hogy iszonyú problémákat okoz, hogy egy most már egyértelműen diktatórikus államtól függ az, hogy Európa országaiban tudnak-e fűteni, tudnak-e közlekedni, működik-e az ipar. És erről beszélt egyébként Orbán Viktor is a péntek reggeli rádió interjújában, amelyről majd még pár szót ejtenék a későbbiekben, ahol ő ugye hát lényegében egy atombomba hatásához hasonlította azt a magyar ipar tekintetében, hogyha megtörténne ez az elzárás, és ugye szóba került az is, hogy azt a közös döntést, amivel Európa bojkottot hirdett az orosz olaj ellen, azt mondja, hogy nem vétózza meg, mert az egy durva szó, de lényegében az látszik, hogy a tárgyalásokon ez egyik legfontosabb elem, hogy Magyarország beleegyezik-e, és igen, akkor milyen feltételekkel más régiós országokhoz hasonlóan egy ilyen bojkottba. A vétószó most nem hangzott el, egyébként az elmúlt napokban elhangzott egyszer-kétszer, hanem is a miniszterelnök szájából kifejezetten. Ez a szó, és azért mégiscsak egy szóvivői minőségben van, tehát feltétlenül nem a saját szakállára, ez most nem a poén akart lenni, mondogat ilyen dolgokat, de az kétségtelen, hogy a magyar kormány álláspontja ebben elég kemény és egyértelmű, hozzátéve azt persze, hogy azért egyben ugye mindig jelen vannak a kormányzati kommunikációra jellemző szuperlatívuszok, tehát hogy most akkor milyen kifejezéssel lehet leírni azt a hatást, amit gyakorolni az a magyar gazdaságra, illetve azok a fajta csúsztatások, amelyek hát azért ugye dönten arra épülnek, hogy tulajdonítunk valaki másnak egy olyan álláspontot, amivel mi megküzdünk, mert azt senki nem mondja, hogy most ezt a bizonyos mozdulatot meg kellene tenni. Én hajlamos vagyok egyébként az Európai Bizottságnak az egy év múlva esedékes olajembargóra vonatkozó javaslatát is egy olyan
taktikai pozíciónak tekinteni, amiből ők maguk is tudják. Tehát Ursula von der Leyen is tudja, hogy ebből majd engednie kell, csak egy olyan álláspontból kell elindulnia, amiből, hogyha enged, akkor még mindig egy vállalható pozícióba fog érkezni. De ez egy ilyen bazár, nem? De az kicsit egy bazári alkú. Okay. Tehát, hogy mind a ketten mondanak egy-egy összeget, amiről tudják, hogy való középen kell találkozni. Ez 27. Szerintem a tanácsülések egy jelentős része, és különösen mármint az EU-s tanácsüléseknek egy jelentős része, és különösen a tanácsüléseken kívüli informális beszélgetések, ezekről mindig lehet látni, tök jó, azok a kedvenceim az ilyen tanácsülésekkel kapcsolatban, azok az informális megbeszélésekről készülő fotók, hogy különböző zegzugaiban az Európai Bizottság épületében tárgyalnak egymással az állam és kormányfők. Igen, szerintem ez abszolút egy ilyen alkudozás, és nyilván Orbán azért mondhat ilyen keményeket, mert egyrészt megszokták tőle, másrészt nyilván nem ő van egyedül abban a helyzetben vezetőként, hogy egy ilyen merevebb álláspontot kell tanúsítania. Tényleg, hát most én nem tudom megítélni, hogy a MOL-nak a szászhalombattai finomítóját mennyi ideig tartana átállítani arra, hogy abban ne csak az Urál típusú orosz kőolaj földolgozását, vagy nagy részt azt végezze, hanem másfajta olaj származékokat is ott föl lehessen dolgozni. Én ehhez tényleg nem értek, de hát feltehetően ez valóban nem egyik napról a másikra történik. Nyilván itt kinyílik egy csomó kérdés, hogy neki lehetett volna futni ennek, és hogyha nem egy év, akkor viszont mennyi az az idő, amiről azt gondoljuk, hogy ez egy átállást igényel, meg talán az is egy kérdés, hogyha éppen az orosz függőségről való leszakadás, az egy ilyen fontos nemzetbiztonsági érdeket is magával hozó cél, akkor tulajdonképpen miért beszélget Isztambulban arról Szijjártó Péter a Rosatom vezetőjével, hogy de igenis meg fogják építeni a Rosatom révén a Paks 2-t? Szerintem ez két különböző dolog. Tehát ugye ebben a vitában az orbáni álláspont, arról szól, hogy Magyarország kitettsége az egyrészt az elhelyezkedéséből adódik, ugyanaz a kitettség. Mert hogy nincsenek tengerpartok, ahova mondjuk vízi úton lehetne. Tehát ez nehéz vitatni. Igen, a másik pedig, például Szlovákiának sincsen, vagy Csehországnak sincsen, tehát azért mondom, hogy nem egyedülálló helyzet. Igen, és a másik pedig, ugye, mondjuk egy ellenpontot még mondjuk van Franciaországnak, mert ugyanakkor egy atom nagy hatalom is Magyarországon, ugye ezügyben is nagy-nagy viták folynak, hogy a meglévő Paks mellé legyen az átalánított Paks 2. Én abban sem vagyok biztos, hogy egyszerre meg lehet azt oldani, hogy Magyarország leváljon az orosz gázról, ne legyen orosz olaj, és még az atomerőművet is, akár az orosz ellenes, akár a zöld gondolatok mentén, vagy a zöld gondolatok egy részét mentén, azt nemhogy nem bővítjük, hanem akár még leépítjük, vagy bezárjuk. Szerintem ez nincs. A kérdés az, hogy lehet-e Magyarországon nem orosz atomerőmű, vagy ez egy... De ez már szerintem egy fontos kérdés, ahogy nyilván az is egy fontos kérdés, hogy a mostani paksi blokkoknak az élettartamát meg lehet-e hosszabbítani. Igen, ahogyan mondjuk Finnország visszalépett a rosszatomos atomerőmű beruházástól, pedig azért, minthogyha ők is egy elég izgalmas történetet tudnának a magukénak Oroszországgal, amiben vannak biztonsági kockázatok is, akkor mi ezt, akik egyébként még mindig nem vagyunk határosak Oroszországgal, meg tudnánk esetleg tenni, hogy más lenne a beruházó, de hát akkor most már belevágok, mert hogy azért ugye itt szó van erről valóban, hogy nyilván a mi lett volna ha típusú kérdések, azért mondom, hogy nem érdekesek, mert annyiból érdekesek szerintem egy elemző számára, hogy korábban milyen döntési szituációk álltak előttünk, és azokat kihasználta valaki vagy sem. Akkor valami általános. Igen. Szerintem a mi lett volna ha azért fontos, mert amikor a mögöttünk hagyott 12 évet próbáljuk elemezni, látunk nagyon sok kihagyott lehetőséget, és ugye ebben a műfajban nem létezik, vagy nem érvényes a kára kiömlött tejbe belesírni szólásmondás, tekintve, hogy tudnunk kell azt, hogy miért ömlött ki az a tej, és hogyan lehet megelőzni legközelebb háztartási ismeretek, így van, hogy hogyan tudjuk megelőzni ezt a jövőben. A Fidesz kormányzásának a története meglepő húzások és hatalmas mulasztások ellegyéből áll össze, ami azt jelenti, hogy akár az egészségügyre, akár az oktatásra, akár az energiapolitikára nézek, azt látom, hogy született jó pár olyan döntés, mit gondoljunk a szélerőművekről, mikor és milyen típusú napenergiát használunk, mármint hogy azt hogyan hozzuk be a rendszerbe, hogy az atom erőmű bővítése hogyan lesz a nagy politika, annak is a keret
betnyitáshoz kötött részének a fogja, és hogy hogy jutunk el odáig, hogy biztosak vagyunk abban, hogy Orbán Viktor mindig ki tudja tárgyalni majd nekünk, és ezt az Európai Unió megegyezésével a kedvező keletről érkező energiahordozókat. 12 éven keresztül működött ez a politika valahogy, de belelavíroztuk magunkat egy csapdahelyzetbe. Azért kell erről beszélni, ahogy az egészségről, az oktatásról, egyebekről, hogy a jövő ne így fessen. Én csak meg tudom ismételni azt a korábban már hangoztatott sirámomat, hogy túl vagyunk egy választáson, aminek a vége egészen hisztérikusra sikerült, anélkül, hogy bármit tudnánk ezekről a dolgokról. Igen. És akkor itt föl lehet vetni, tényleg nem vagyok ennek a témának szakértője, csak valamennyire az ember hírolvasóként az általános műveltségébe fölszippantja némiképp ezeket a dolgokat, hogy mondtad a napenergiát. Ugye az is egy külön verekedés volt, hogy egyáltalán legyenek napenergia beruházások Magyarországon, ahhoz konkrét oligarcha csoportoknak kellett megérkezni erre a területre, hogy a magyar állam ezt elkezdje, nem is akármilyen oligarcha csoportnak. Ez a Tiborcz problematika, hogy van, látunk egy leromlott épületet a belvárosban, annak jellemzően két útja van, az egyik, hogy a Tiborcz élesztés felújítják, a másik, hogy ott rohad, amíg nem veszi meg a spekuláns olcsó. Így van, és akkor ez még mindig nincsen megoldva, amennyire én tudom, hogy a napenergiát azt hogyan táplálják bele a magyar hazai energiarendszerbe, ami azért egy ilyen kitalálható következő lépés. A szélenergia ellen tulajdonképpen egy ilyen keresztes háborút folytat a magyar kormány. Itt ülünk rendkívül büszkén a hungarikumokra és az egyediségünkre, és ehhez képest, amiben tényleg egyediek vagyunk például, hogy milyen geotermikus energiaforrásaink vannak, ezekkel a világon semmi nem történik. És mondok még egy dolgot, utána kellett nézni, mert már én sem emlékeztem, 3 évvel ezelőtt volt az, hogy a magyar kormány kikötő területet vásárolt, vagy legalábbis vásárolt 2 elhagyott gyártelepet a horvát tengerparton, és ott akár kikötőt is lehetne létesíteni. Én nem tudom, mennyi ideig tart ezt megcsinálni, de úgy tudom, hogy semmi nem történt. És akkor még az volt az egyik indok erre a bevásárlásra, hogy majd ott létesülhet olyan terminál, amely alkalmas lehet arra, hogy cseppfolyós gázt fogadjon, amit Magyarországra szállítanak. Csak kis korrekció, szerintem ez Triest. Triest, igen, mert Horvátország volt először szó, de igen, szerintem is Olaszország igazad van. Ott fogok élni, csak azért tudom. Igen, egyébként Triest sokunknak késői célpontja. Na szóval, hogy ebben az ügyben is hát többé-kevésbé egy kapavágás sem történt, és akkor most tényleg csak kapásból mondtam 3-4 olyan dolgot, amelyekkel kellett volna foglalkozni, és hát tényleg 12 év ugyanaz a kormány van hatalmon. Ez még nem oldja meg azt a problémát, hogy ma mit lehet csinálni természetesen, csak éppen, ha lenne egy olyan nyilvánosság, ahol mondjuk a miniszterelnök valódi kérdésekre valódi válaszokat kénytelen adni, akkor mondjuk nem úszhatná meg egy ilyen szituációban ezeket a kérdéseket, és szerintem most is nagyon lényeges az, hogy rendben, oké, nem engedi a magyar kormány, hogy 1 vagy 2 év legyen az átmenet az orosz olaj embargójáig, de egyébként mit gondolunk, hogy mit fogunk csinálni majd, meddig tudunk eljutni egy olyan szituációba, amikor lehet válni erről a politikai függőségből is, és világosan kéne szerintem arról beszélni, hogy a magyar kormány le kíván-e válni erről a függőségről, vagy sem, és ezért hoztam ide a Rosszatom problémát, mert szerintem így függ ez a dolog össze, nyilván az olaj, meg a gáz, meg az atom nem vehető egy kalap alá, de a dolog végén mindig ott vagyunk az orosz függőségnél, és ez az, amiben a kormány nagyon hát minimum kerülgeti a választ. Igen, mondjuk, ha jól tudom, az Egyesült Államok is egyébként Oroszországtól vásárol urániumot, de ebbe azért nem akarok belemenni, mert ez egyáltalán nem értek. Azt viszont tudom, hogy ezeket az ügyeket Orbán Viktor azért tudja megoldani, mert létezik az úgynevezett, én nevezem el így, brüsszeli kompromisszum. Tehát amikor az Európai Unióban különböző szinteken tárgyalnak, akkor jellemzően nem a legharciasabb Orbán ellenes, vagy a legzöldebb, vagy a legbaloldalibb megoldás az, amit mindenki elfogad, hanem amikor mindenki engedett valamit. Ugye ezért történhetett meg, hogy az Unió úgy döntött, hogy a gáz meg az atom az zöld energiának számít. Ami ugye azt is jelenti... Hát sőt, ma már zöld politikusok mondják azt, hogy talán is Németország mondja, fölvetődik, hogy esetleg nem tudom, a lignitet kéne használni. Lengyelország korábban más ügyből, más okból kifolyólag, de kapott engedményt arra, hogy a szénbányáit milyen tempóban kelljen bezárni. És nyilván ugye itt arról van szó, hogy nehéz résmentesen összeilleszteni különböző politikai célkitűzéseket,
De én azt hiányolom, hogy a magyar kormány arról adjon számot, hogy egyébként milyen elgondolásai vannak erről az összeillesztésről. Megjöttél az én terepemre, mert ugye gyakran a szociálpolitikus az, aki belőled beszél, és én meg a ilyenkor röstelkedve hozom, hogy én meg a politikai kommunikációhoz értenék. Szóval ugye itt, amikor azt mondtam, hogy a brüsszeli kompromisszum az, ami ezeket meg szokta oldani, ugye Orbán Viktor mindig ebbe az irányba megy, a többiek pedig a másik végletből jönnek. És az, hogy a magyar nyilvánosságban ezzel kapcsolatban mit építek meg, az döntő egyébként Orbán Viktor számára, mert ugye vannak a fizikai tények, hogy kormányozni akkor tud, hogyha van, hogyha föl tudom kapcsolni a lámpát, és hogyha tudom fűteni a lakást, de ez a bázis, és ehhez képest kell neki megtartani a támogatottságát egyfajta magyarázattal arról, hogy mi történik. És a magyar nyilvánosságban nagyon szépen eljut az, amikor nagy kedvencem Olaf Scholz arról oktat ki minket, ha úgy tetszik, hogy nem muszáj minden nap fürödni, mert megbomlik az ember bőrfelszínén a savköpeny, és az kifejezetten egészségtelen, hanem kicsit büdösödjön, hogy nem kell minden nap kimosni a ruhádat, vagy általában sem kell, hanem szellőztes, és az úgy rendben lesz, hogy nem kell 18 fok fölé fűteni a lakást, és hasonlók. Tehát, hogyha az ajánlat ez, és nincs mellé, nem hogy nincs mellé pakolva ennek a másik oldala, hogy ezt minek az érdekében teszem, hanem emellett még az van, hogy és Magyarországtól vegyük el az uniós pénzeket is, mert nem is jogállam, akkor Orbán Viktornak viszont könnyű dolga van a magyar nyilvánosságban bemutatni egy Magyarország ellen támadó nyugatot, és azt kell majd megközölni, tehát az a szélsőséges álláspont, ez az egyik, Putyin a másik, és Orbán Viktor ehhez képest ugrik be középre. Hát ehhez képest egy kicsit annyiból kellene ezzel vitatkozom, hogy szerintem ez a Bildnek volt a ilyen kifigurázó cikke azzal kapcsolatosan, hogy amit mond Scholz és Robert Habeck alkancellára takarékoskodásról, az a gyakorlatban mit jelentene. Scholz nem, hogy mondjam, nem is egy ilyen színes egyéniség, hogy a fürdésről elmélkedjen. Egyébként nagyon nagy gondjai vannak, és valójában nekem nagyon nagy élvezett politikai elemzőként is olvasnom azt, hogy Csehországban, Németországban és más helyeken is milyen viták zajlanak erről az egészről. Scholzot egyébként rengeteg kritika éri az egész ukrán válság kezelése kapcsán, nem csak az energia miatt, hanem ugye a beígért fegyverszállítások kapcsán, a sokkal népszerűbb a zöld alkancellária nála, mert határozottabb, színesebb egyéniségnek tűnik, még Scholz ugye kivár, végülis ez a merkeli hagyomány, kivár, hogy milyen döntést kelljen hoznia. Csehországban is ugye zajlanak a viták azzal kapcsolatosan, hogy az új kormány határozottabban hozzányúlna ehhez a bizonyos energiamixhez, de hát egyébként azok a cégvezetők, akik meg ezzel foglalkoznak, azt mondják, hogy hát nem lehet ezt egyik pillanatra a másikra olyan könnyen átállítani, és nagyon sok országban vita zajlik, és igazából én azt szeretném mondani, és valójában azt arra bíztatnám azokat, akik minket figyelnek, hogy hát örüljenek ezeknek a vitáknak, ezek nehéz szituációk, szerintem tökre illúzió az, hogy ezeket az ügyeket probléma nélkül pár hónap leforgása alatt meg fogják oldani. Az Európai Unió lassan működik, egyébként önmagához képest, ahogy a helyreállítási alapot összekalapálták pár hónap alatt, szerintem az se semmi, hogy itt vagyunk arról, hogy egyáltalán ez a téma az asztalon van, és ehhez képest kell szerintem azt értékelni, hogy Magyarországon megjön egy miniszterelnök, és így bemond dolgokat, aminek körülbelül a fele szokott igaz lenni, és tökre az a lényege az egésznek, amit ő csinál, hogy egyébként abba a pozícióba kerüljön, amiben ő, ahogy mondtad, kerülni kíván, hogy ő a megoldás, nem tudom, Ursula von der Leyen és Vladimir Putyin között, csak mondjuk ez nem teljesen van így. Persze, ehhez egyébként karikírozni, meg parodizálni kell a nyugati álláspontot, annak meglévő abszolút, és oktroját részei. Kell, így van. És nagyon keveset kell beszélni Oroszországról, és nem szabad kimondani Putyin nevét. Ám de, milyen vita zajlik Magyarországon, a magyar nyilvánosságban ebből? Mik az álláspontok? Itt most egy hosszú néma csöndet fogunk beiktatni az adásban. Mert ugye, tehát azzal kezdtük, hogy Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádió interjújában ezt és ezt mondta. Én rühellem a propagandát. Én nagyon nem tartom rendben lévőnek azt, amikor interjú szituációt játszunk el, de igazából a kérdezett, az interjú alanya, az pontosan tudja, hogy milyen kérdéseket kap, és föl van írva neki a válasz. Attól én még azt egy teljesítménynek tartom, hogy azt összerakták, megírták, és elő tudja adni. Ez olyan dolog, amivel nagyon sokan nem rendelkeznek, olyan képesség.
De hogy ha tudjuk, hogy ez 12 éve így zajlik, akkor ezzel akár szembe is lehetne állítani valamit. Viszonylag hosszan és sokat beszéltünk arról, hogy az ellenzéki nyilvánosság, ami egyébként szintén nem kis erőforrásokkal rendelkezik, ezt is, tehát hogy a országos kereskedelmi tévétől a kamionig, országjáró kamionig nagyon sok mindent sikerült bevetni annak érdekében, hogy kormányváltás legyen, és szerintem ezek azok az esetek, amikor nem csak kampány szempontból, mert az éppen nincsen, nem csak kommunikációs szempontból, hanem tök fontos, alapvető tartalmi igényel is, hogy legyen egy vita, használni kéne ezeket a felületeket. Kéne álláspont, kellene mondani valamit, és ez nem történik meg. Mi lehetne az ellenzéki álláspont? Mit kellene mondani, ami nem Orbán Viktor? Hát először is hadd hozzak föl egy életrajzi motivumot. Én még tanácsadó koromban viszonylag közelről láttam azt, hogy amikor 2014-ben Orbán elment Moszkvába és megkötötte a Paks 2-ről szóló szerződést, vagy legalábbis az előszerződést, akkor egy ideig úgy tűnt, hogy ez egy központi eleme lesz az akkori részlegesen közös listás ellenzéki kampánynak, és tulajdonképpen ez az ügy hogyan lett kampányszinten lekeverve, nagyjából arra hivatkozva, hogy akkor nem lehet megnyerni a paksi körzetet, ami soha az életben nem számított nyerhető ellenzéki körzetnek, és akkor az ember végül csak így találgatni tudott, hogy egészen pontosan ennek mi volt az oka, hogy valóban, nem tudom, szavazatvesztéstől való félelem volt, vagy pedig olyan ipari vagy politikai lobbik mozogtak, amelyek nem szerették volna, hogyha ez az ügy a kelleténél nagyobb teret kap a magyar nyilvánosságban. Hát így nehéz politikát csinálni, és kétségtelen is mindig elmondjuk, és kicsit unalmas, de tényleg mondjuk el, mert nehogy azt hitte valaki, hogy nem tudjuk, hogy mi van a média szerkezettel, meg a nyilvánossággal, meg a propagandával. Szóval igen, nehéz üzeneteket eljutatni, de ugye olyan üzenetek eljutatásával lehet fölsülni, amelyek egyébként léteznek. És hát szóval azért egy ilyen álláspontot megépíteni, az sok ideig tart, ahhoz kellenek szakpolitikusok, ahhoz kellenek olyan emberek, akik értenek ahhoz, hogy az egyes javaslatoknak mi a társadalmi hatása, és a többi, és a többi. Egy szó mint száz, hát valami olyasmit, amit te éppen az elején ennek a műsornak elmondtál, hogy egy ugrással nem oldható meg, de egyébként egyszer oda kellene érnünk, azért ezt az álláspontot lehetne képviselni, ezzel kapcsolatosan lehetnek akár konkrét politikai pártok által fölvállalt javaslatok is, és hogyha például itt is dolgoznak olyan kommunikációs stábok, amelyek ezeket egymondatos üzenetekké formálják, akkor jön csak az a probléma, hogy viszem le a választópolgárokhoz, de erre a mezőre még úgy tűnik, mint a rá sem léptünk volna. Igen, illetve az elmúlt adásban beszéltünk, azt meg te említetted, hogy a megélhetés kérdései azok igenis fontosak, hétköznapiak, szorítóak. Abszolút el lehet mesélni ezen keresztül. Az a tény, hogy Orbán Viktornak kell kezelnie egy növekvő válságot, szükségszerűen azzal jár, hogy felelőssé tehető azért, amit mondtál, hogy majd szeptemberben élünk rosszabbul, mint 4 éve. Tehát, hogy tetszik vagy sem, annyira nem lehet fékezni ezt a folyamatot, hogy azt ne érezzék meg az emberek, hogy itt most van egy válság, ami ráépül a koronavírus okozta, a koronavírus miatti lezárások okozta a válságra. Hát, tehát látszik, hát ami az inflációval történik, ami az iparban történik, egy csomó minden, és ez önmagában egy vád, amit meg kéne tudni magyarázni, fogalmazni, hogy ez miért a kormány hibája, és egy alternatívát tenni mellé, hogy... Hát ugye ráadásul ugye ennek van egy fölfedezése időről időre, hogy a megélhetési problémák milyen fontosak, és akkor ne beszéljünk értékkérdésekről, meg nem tudom micsodákról. Hát én pedig azt gondolnám, hogy az lenne a politika, hogy ezeket a szálakat összecsomózzuk. Tehát, hogyha elkezdünk arról beszélni, hogy legyen megújuló energiaforrás, amit itthon állítunk elő, az egyébként akár a nemzeti büszkeségünket is növelheti, az hozzájárul a kisebb geopolitikai kitettségünkhöz, ezekre egyébként egy csomó uniós támogatást le lehet hívni, és mondjuk az épület szigeteléssel együtt még a megélhetési problémák enyhítését, vagy legalábbis el nem szaladását tudná szolgálni. Szóval én nem látom őszintén, szóval, hogy ezek a történetek miért mondanának ellent egymásnak, és hogy ezekből miért nem lehet egy olyan politikai álláspontot képezni, ami ugyanúgy, ahogy az olajembargó nem egy év alatt fog megvalósulni,
ebből sem lesz holnapra nyerő politikai üzenet, csak hát azért ezeket az alapozásokat el kellene kezdeni, hogyha még mondjuk következő választásokban gondolkodnak ellenzéki pártot, de hagyjuk is, szóval, hogyha bármiféle építkezésben gondolkozik bárki az ellenzéki oldalon. Tehát azért mégiscsak a megkülönböztetés a kormánytól azért az ellenzéki politika alapja, attól senki nem lesz jó ellenzéki politikus, hogy A. nem mond semmit kritikus kérdésekben, B. próbál úgy mondani valamit, hogy az nagyon hasonlítson a kormány üzenetére. Ez nem ellenzés. A picike mellékvágány lesz, de muszáj ide tennem, hogy folyamatosan az ellenzéket emlegetjük, és én nem tudom, hogy ez van-e, lesz-e és kell-e egyáltalán, tehát ez a kategória, hát azt mert, de nem, tehát hogy az ellenzék így egységesen leíró szóval szerintem egyrészt ez a tény, ez a magukra fölvett technikai definícióból, tartalmi definícióval vált megjelölés, ez volt a kudarc egyik fontos oka, jelesül, hogy nem valamilyenek voltak, hanem azok, akik nem a Fideszt akarják, és amíg nincsen többség annak a gondolatnak, hogy ne a Fidesz legyen. Ugye mindig elmondták, én ezen rögök, mindig bejöttek ebbe a stúdióba és mindenféle tanácsadók, és elmondták, hogy akkor lehet sikeres az a kampány, ha egy Orbán Viktorról szóló népszavazással változtatjuk. Tehát mindig egyre többen szavazták meg Orbán Viktort. És hogy ebben a kérdésben is lehet, hogy az a probléma, hogy ők még abban vannak, hogy ők az ellenzék, tehát hogy a Fidesz kormányoz, az általános, és hogy nekik igazából az a dolguk, hogy mindig, amikor születik egy döntés, akkor azt mondják, hogy de adjanak többet az embereknek, meg kevesebb hatalmat maguknak, és hogyha értékalapon működnének, és próbálnák kritizálni a Fideszt, akkor az viszont már nem az ellenzék lenne, mert ezzel a helyzettel teljesen más baja lehet egy 7 gyermekes keresztény konzervatív családap által vezetett jobboldali konzervatív pártnak, más baja lehet egy zöld pártnak, más baja lehet egy szociáldemokrata társaságnak, mert mind máshol tartja a hangsúlyokat. Amíg az ellenzék van, szerintem nem építhető meg a tartalmi Orbán kritika, de lehet, hogy nincs igazam. De igazad van, csak nem akarom, hogy nézőket veszítsünk. Én nem is szívesen rugozom ezen a problémán, de valóban én is használtam ezt az ellenzék kifejezést. Igazából nekem ez inkább azt mondja el, hogy tehát ugye jobb hiány, hát valahogy nevezni kell, ha nem akarunk minden szereplőt külön-külön felsorolni, és amúgy a kampány időszakában is, amikor létezett a közös lista, meg létezett az együttműködés, még a listaállítást megelőzően, nekem mondjuk egy probléma volt az, hogy hogyan nevezzem őket, hiszen nem baloldali, hogy a kormány hívta őket, nem is liberális, mert mindenféle típusú politikai áramlat képviseltetve van, a demokratikus ellenzék kifejezés az történelmileg foglalt, és akkor még hosszan lehetne sorolni ezt a problémát, és nyilván ez elvezett ahhoz a problémához, ami gond volt a kampányban, hogy hát ha nincs egy saját magamról elmondható identitásom, ha nincs egy saját nevem, tudom egységben Magyarországért, de ez nem tudom. És nem ez volt a szavazólapon. Szóval, és nem ez volt, szóval, meg egyáltalán szóval, hogy van egy polarizált ország, ahol, tehát, hogy én az egyik oldal vagyok benne, és nem tudom magamat másképpen megnevezni, akkor, hát akkor lehet, hogy a választó nem ismeri föl bennem azt a politikai erőt, amelyikről meghatározható, hogy mit képvisel. Tényleg nem akarok rajtuk rugózni. Elmondom, csak ez egy mellékvágány volt, ami engem ennek kapcsán érdekel, hogy a választás óta sokféle magyarázat születik, egyre mélyebbre mennek a választási eredmény okait keresők abban, hogy pontosan mi történhetett, és te mondtad nekem, és ezt megírtam a bevezetővel, és szerintem fontos, hogy volt, amiben te is tévedtél. A közmunka megítélését illetően más most az élményed, mint amit a választás előtt gondoltál. Hát igen, ez nem hiúsági kérdés. Én azt nem tudom, hogy ki mennyire megy mélyre, én igyekszem nagyon mélyre menni ebben a dologban, mert valójában szerintem annak van értelme, vagy hogy is mondjam, én úgy definiálom a saját feladatomat, hogy nekem ez a dolgom, hogy mélyebben értsek meg olyan jelenségeket, amelyek ezek szerint nem úgy működnek, ahogy eddig tudtam, hogy működnek. Ugye a közmunkával kapcsolatban ugye nekem az volt a tudásom, hogy mondjuk Molnár Györgynek voltak és kutatótársainak kiváló anyagai arról a 2010-es évek elején, 2013-14-ben, hogy a közmunka az hogyan alakít ki tehát hogyan blokkolja a mobilitást, minél tovább marad valaki közmunkában, annál nagyobb az esélye, hogy ne tudjon az elsődleges munkapiacra belépni, hogy mennyire igazságtalan az, hogy a közmunka bér, ami ugyanúgy egy 8 órás munka, az elmarad a piaci munkavállalásban szerezhető legalacsonyabb bértől, és azt is elég hamar leírták már más kutatók is, hogy ez hogyan alakít ki tulajdonképpen egy olyan
helyi függőségi viszonyrendszert, hogy hát van valaki, a polgármester, aki osztja a közmunkát, és tulajdonképpen ezáltal fegyelmezi a lakosságot, és neki pedig ez a bekötöttsége a központhoz, a tervszámokról tárgyalnak, mint egy ilyen rendes ilyen tervalkut csinálnak, mint az államszocializmusban, és ugye ez az ő fajta, ez az ő kliens szerepe a központtal szemben. És akkor utána volt egy olyan élmény, ami zavarbejtő volt szerintem, hogy a 2010-es évek második felében azt lehetett tapasztalni, hogy csökken a közmunka részaránya, és emberek egy jelentős része elhelyezkedett az elsődleges munkaerőpiacon. És ha még innen tovább megyünk, és ezek az én mostani ilyen interjúkban, amiket én készítek, tehát hogy nekem igyekeznek osztani mások az észt, és aminek igyekszem utána olvasni, hogy tulajdonképpen ez az egész probléma, ez nem teljesen így néz ki helyben, mert mondjuk a közmunka az egyrészt, egy Kovai Cecília mondta ki például, aki egy ezzel a témával foglalkozó kutató, hogy helyben ez egy családbarát munkahely, mert hogy meg lehet alkudni a munkaadóval, hogy én meddig maradok bent, hogy ledolgozom keményen a munkaidőben azt, amit kell, de egyébként akkor elengednek, hogy eljussak az óvodába, hogy meg lehet oldani azt, hogy a férfiak elmennek a gyárba dolgozni a szomszéd településre, és a nők otthon maradnak, most hát a családon belül munkamegosztásnak az arányai azok ismertek Magyarországon, ez a helyi valóság, ők otthon maradnak, mert ők akkor el tudják vinni, meg el tudják hozni a gyereket az oviból, és hogy ugye ez akkor azt jelenti, hogy ez egy ilyen rugalmasabb dolog már is, ráadásul ugye azt is megoldja, hogy aki közmunkás, annak legyen helyben valamiféle megbecsültsége, hogy ő a közösség tagjának érezze magát, ebből adódóan a vele szembeni ilyen megbélyegző attitűdök is megszűnnek, és szó sincs arról, hogy ez egy egyenlőtlen, szó sincs arról, hogy ez egy egyenlő viszony lenne. Ez egy klasszikus patronus kliens viszony, csak amennyire visszaemlékszem, például történelmi tanulmányom, mert hogy a patronus kliens viszony az nem teljes kiszolgáltatottságot jelent, hanem abban van valami fajta rugalmasság. És mindez azért fontos, amit én nagyon hosszan elmondtam, és még tudnám hosszabban mondani, én nem mondom, ez azért fontos, mert hogyha ezt látjuk, vagy ezt is látjuk, akkor a dolog már nem úgy néz ki, hogy van egy helyi önkényuralom, amitől mindenki szenved és rettenetesen kiszolgáltatott, és alig várja, hogy föllázadhasson ellene. Hanem inkább az a tapasztalat, hogy korábban nem volt munkám, most van munkám, tudom variálni valahogyan az elsődleges, tehát a rendes munkaerőpiacon vállalt munkát a közmunkával, akár életszakaszokra föl tudom osztani, hogy mikor melyiket vállalom, a családon belül is el tudjuk osztani, hogy ki mit vállal, és akkor innentől fogva, miközben, még egyszer mondom, nagyon egyenlőtlen viszonyok jönnek létre, az emberek a saját korábbi élményeikhez képest pozitív tapasztalatokra tesznek szert, és nem biztos, hogy őket kényszeríteni kell például arra, hogy ők a Fideszre szavazzanak. Ez egy számomra, ahogy így végigmondtam, ez egy nagyon fájdalmas következtetés, és én ezzel így nem foglalkoztam, vagy nekem nem ez volt a tudásom, mondjuk mostanáig, amikor így próbálom megérteni, hogy mi is történhetett. Nem fogom átvenni a szót. Mit mond erre egy virtigli szociáldemokrata, hogy szerinte egy számára megfelelő megoldás az mi, ha nem ez? Hát egy virtigli szociáldemokrata az mondjuk azt mondja, hogy ettől még nincsen megoldva az, hogy be vannak-e töltve a házi orvosi helyek, meg nincsen megoldva az iskolai szegregációnak a problémája, és hogyha mondjuk lenne rendes oktatás, akkor nem azt tudnánk csak fölkínálni az embereknek, hogy akár még közmunkás is lehetsz, vagy akár elmehetsz minimálbéren, vagy talán nem is minimálbéren dolgozni a gyárba, hanem egy olyan mobilitási utat kínálnánk föl, ami hát egy-két nemzedék alatt lehetővé teszi azt, hogy egyszerűen elgondolhatóvá váljanak másfajta életviszonyok, és ne csak ezekben a helyi munkaelosztási keretekben lehessen végig gondolni a saját életünket. Ez egy beruházó, vagy befektető, vagy fejlesztő államnak a koncepciója.
Szerintem ennek a modellnek, és ez többé-kevésbé 19 végén, 20 elején véget ért, ennek a modellnek volt egy nagyon fontos pillére a gazdasági konjunktúra. Nekem két persze. személyes élményem szerintem van ezzel kapcsolatban. Látod, én például nem értettem meg ennek a jelentőségét, most mindabból, amit elmondtam. Mert hogy két személyes élményt hadd hozzak ehhez. Az egyik szűke Pátriánban, Felsőbácska, falu, azt mondták, hogy még a legügyébbet is el tudták vinni Svájcba egy ácsálványozó mellé dolgozni. Mert hogy szükség volt rá, és ugye megvolt már az út, és nem is Svájc a legjobb példa, hanem az uniós országok, mert aztán tényleg könnyű volt bármikor menni. A másik pedig, hogy én sokat dolgoztam ipari szakszervezetekkel, és minden évben láttam a bértárgyalásokat. És az a munkaerő hiány, ami már az anyagmozgató szinten is megjelent, pláne ott, ahol mondjuk betanítottak valamit, akinek volt egy alapszakmája, és azt vihette tovább, az azt eredményezte, hogy sokáig kétszámegyű százalékos fizetésemelések voltak, több százezres éves kafetériák voltak, a gyár inkább kiküldte a buszt értük, és összeszedte, hogy mindenképpen ott legyenek, a legkülönbözőbb módon próbálta meg a... De volt olyan, hogy nem mondom meg a települést, és az meg már nem is az ipar, ahol működött egy kórház, és fölépült egy börtön, és a kórház igazgatója az épülő börtön leendő igazgatóját megkereste, hogy ne vegyen át dolgozót tőlük, hogyha jelentkezik is munkára a börtönbe, mert hogy akkor neki pontosan, nem lesz elég. Igen. Olyan munkaerő hiány volt egy csomó területen Magyarországon, és akkor már mondtam akkor egy ellenzék által használható kritikát. Az elvándorlás az, hogy Magyarországról sokan elmentek máshova szerencsét próbálni, munkát vállalni, az azt eredményezte, hogy egy csomó helyen hiány volt, és ez pedig nem jó. A közmunkát azt támasztotta meg, hogy a közmunkából, és ezt szerintem rosszul gondolták a szakértők, akik annó ezt kritizálták, tényleg volt kilépés a munkaerőpiacra. Igen, egy idő után volt. Egyébként érdekes azért azt is végig gondolni, hogy ebben milyen szerepe van mondjuk a multiknak, annak a ronda külföldnek, meg milyen szerepe van ebben az Európai Uniós támogatásoknak, és azért azt hozzátenném még, hogy amikor én az egy nemzedéken belül változást mondom, ugye ezért fontos az, hogy 12 év, meg ha végigcsinálja ezt a ciklust a kormány, az 16 év, tehát ha mondjuk egy erre alkalmas oktatási rendszert létrehoznak, annak az alapjait lefektetik, és nem a Hoffmann rózsai módon, 2011-ben, akkor azok, akik akkor iskolába mentek, ma már egy ilyen iskolarendszerben legalábbis az általános iskolát elvégezték volna. Tehát, hogy ezek a nagyon-nagyon hosszú távúnak tűnő dolgok, ezek a mi életünkben értelmezhető időtávok valójában, tarthatnánk akár itt is. Hát igen, egyébként a multikkal kapcsolatban fontos megjegyzés, hogy a Fidesz gazdaságpolitikájában a legegyszerű pillanattól kezdve ott volt, stratégiai partnerséget kötni velük, berántsanak egy csomó dolgozót, fizessék meg az adót, amit kell, de ugyanakkor kapjanak egy csomó kedvezményt is, ez is meglegyen, mint a korai ilyen számítógépes stratégiai városépítő játékokban, hogy a termelékenységet fölnyomom az egekbe, de mondjuk az egészségügyi ellátás meg, vagy akár a tűzoltóságra költött pénzt, azt nem teszem oda. Úgyhogy szerintem adtunk egy egészen átfogó leírást arról, hogy milyen valóságban érkezett meg Magyarország a koronavírus után az orosz-ukrán konfliktus előszobájába. És a dilemmáinkat megoszthattuk. A dilemmáinkat el tudtuk mondani. Szeretnék a jövő héten megoldásokkal is jönni, de ebbe a műsorba most ennyi fért bele. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak, legyen így a következő héten, és addig is lájkoljanak, iratkozzanak föl, meg kommenteljenek mindent, amit gondolnak. Viszontlátásra!